Ma egy szolárkites napelemes vlogot forgatunk, és telepíteni megyünk a 16. kerületbe. Babos Norbert villamosmérnök és műszaki vezető kollégám az, akinek a segítségével ezt a rendszert be fogjuk üzemelni. A különlegesség, hogy most egy új márkával fogunk dolgozni, ez a Deje nevezetű márka. És ahogy látjuk, azért az időjárás egy picit borongós, de én úgy gondolom, hogy még a kollégák ebben is biztonságosan fognak tudni dolgozni. És el fogjuk mondani azt, hogy a Deje márka és ez az inverter típus tulajdonképpen miben különleges a mai szabályozási környezetben Magyarországon vagy akár külföldön miért hasznos, és a SolarKit napelemes nagykereskedés, illetve a kivitelezési csapatunk miért ajánlja ezt az invertert, miért használja mostanában. Megérkeztünk az ügyfélhez, egyelőre nem esik túlságosan. A invertert már bevittük a kertbe, és átbeszéljük, hogy hol lesznek a napelemek, hova fog kerülni az inverter, illetve válaszolunk az ügyfélnek minden kérdésére. Kész is van egy látványos rész, fölkerült az inverter, és most haladunk a beüzemeléssel. Deje inverter telepítünk a mai nap, és szeretnénk elmondani, hogy miért javasoljuk ezt az inverter márkát, és Norbi a villamosmérnökünk, illetve a műszaki vezetőn szokás szerint mesélje arról, hogy miért ajánlod most ezt az ipari morzsúlyot, ami egyébként baromi masszívnak is jól néz ki. Igen. Hogy, mik az előnyei? Igazából annak egy nagyon nagy előnye, a fázis a szimmetria, amit te tud kezelni ugye visszatársállás oldalról, nem szimmetrikusan a három fázis vagy a teljesítményt, hanem fogyasztás függően, amelyik fázison épp ahogy alakul a fogyasztás, ő annyit táplál vissza, hogyha ugye visszatartós rendszerről beszélünk, nyilván, hogyha a szalvós elszámolás vagyunk, ő szimmetrikusan fog visszatállni, de hogyha ugye már visszatartós van, akkor ha mondjuk van 1-2-3 kilovolt fázison egy fogyasztásunk, ő ennyit fog visszatárhálni, és nem pedig ugye 1 kilowatthoz. Értem, hogy ezt a laikus ember is megértse, mondjuk el, hogy mondjuk fogyasztókkal illusztrálva, hogy néz ki? Ez mondjuk nagyon klasszikus eset, hogy van egy olyan áramkörünk a három fázikból, amelyiknél mondjuk az egyik az csak egy világítás, a másik van rajta mondjuk egy konyha, a harmadik, amely mondjuk klímát, vagy valami boiler is még. Más fogyasztók, más áramfelvételünk van. Igen, és ha mondjuk ugye napközben otthon vagyunk, mondjuk nyáron, tegyünk fel konyhába, sütünk, főzünk, megy a boiler is, akkor ugye két fázis van, viszonylag nagy a fogyasztás. Értem. De a harmadik van, ahol mondjuk csak van az egész háznak a világításra, nyilván nyáron napközben nem világítunk semmit, minimális lesz a fogyasztás, akkor egy szimmetrikusan visszatermelő rendszernél ugye erre a minimális fogyasztásra korlátozódik le mind a három fázison a termelés. Ugye ez a legszűkebb keresztmetszet elve érvényesül, tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen napelemes termelést veszítünk, igen, és a másik kettő nincs úgy kihasználva. Ugye ez a szajlós elszámolás valamikor egész évet néznek, és oda-vissza mérőóra van, ez nem olyan lényeges, bár azért mindig arra törekszünk, hogy az önfogyasztást csökkentsünk, tehát ha a termelés és a fogyasztási görbéket megnézzük egy inverter applikációjában, ahol mondjuk van smart meter, export-importot vizsgáljuk, akkor jó, hogyha a két görbe minél inkább lefedjen egymást. Igen. Így van. És ugye itt már van egy smart meter beszerelve, tehát igen, itt az ügyfél elég tudatos ahhoz, hogy a fogyasztását is úgy optimalizálja, de ez a Deje inverter fogja tudni azt, hogy a fázis aszimmetriát lekedelje. Igen. Egy kicsit belemenjünk még jobban a műszaki részébe, hogy is néz ez ki?
Mire gondolt van? Hogy, hogy ez egy 8 kilovatos inverter? Igen, 8 inverter, ugye van mind a három fázis, egy árammérő lakat, amivel ugye méri minden pillanatban a három fázison a fogyasztást, és ugye ennek tükrébe állítja ő a kitermelését, attól függvényében, hogy ugye DC oldalról mennyi energiája van szabadul, amit fel tud használni. És a megtermelt, tehát a 8 kilowattnak 75%-ával tud. 8 kilowattnak, tehát hogyha ő 8 kilowattot termel, akkor visszatos rendszer, ugye 8 kilowattot tud maximum visszatáplálni, ezt vissza tudja akár egy fázison is táplálni, hogyha arra van szükség, de szét is tudja osztani. Tehát ha 8 kilowattot bár rendelkezésre, tetszőleges fázison, tetszőleges elosztásba. És szünetmentes tárként is működik. Igen, mert ugye 4 millisekundon belül kapcsolat hálózati módon a szigetüzemre, tehát erről egy UPS-ként is tudjuk használni, hogyha mondjuk megy a TV, klasszikus eset, és elmegy arra ugye a hálózat, akkor ő olyan gyorsan átkapsz, hogy nem fogunk készülni a házba, nem fog semmilyen eszköz áram nélkül maradni. És ezt egyre többen keresik manapság. Igen. Ez ugyanúgy AC-DC oldali védelmet felbeszerelni, smart meter, az benne van, igen, akkor a csomag tehát, igen, itt csak ugyan lapazokat kell belekötni, és benne igazából. És a backup box is azért benne van. Úgyhogy ez nagyszerű, ez szerintem nagy előnye más inverter gyártókhoz képest, hogy ez egy kompakt, kompaktabb történet. Ez nagy. Igen, nem tudom, hogy 40 kiló körül van, 36 kiló. Úgyhogy szuper. 5 plusz 5 év garancia van rá, alapból 5 évben jön, de egy pár forintért kibővíthető. És nagyon fontos, hogy nem csak 10, hanem 12 kW-i hibrid kompatibilis. És erre bármilyen akkumulátor, illetve szél, gáz, víz, mindenféle generátor rá lehet kötni. Igen. Úgyhogy ez azért hatalmas előnye. Igen, nagyon sok lából álló invertennek kellek, hogy ha az ember egy agregátort rákötsz, akkor ő tudja az agregátort automatikusan indítani, hogyha mondjuk este megy el az áram, amikor ugye telefon nincs akkumulátorunk, csak napelem meg egy agregátor, és este elmegy az áram, nyilván napelem meg nem fogunk tudni energiát szerezni, akkor ő automatikusan elindítja az agregátort, és arról az oldalról tudunk energiát venni. Vagy az akkumulátorból. Vagy az akkumulátorból, hogyha van. Igen, hogy néznek ki az akkumulátorok? Azt hiszem, hogy két típus van. Akkumulátor, de két típus van, vagy van egy ilyen kicsit esztétikusabb megjelenésű, a 6,1 kWh-s, az ugye álló, magas. Abból is több egymásra pakolható, abból is. Igen, egy inverter ugye 480 kWh-t. Tehát jól hallottam? Igen, 480 kilovatt. Igen, és ugye van ez az álló fajta, meg van a rekkelhetős. Mi egy industriális van? Ami egy kicsit industriális, az ugye 5,12 kilovattórás, szemben a 6,14-jel. Ez a két fajta van hozzá, ami gyári ideje, de egyébként ugye bármilyen ólon szavasat, ami alacsony feszültségen működik, bármit rá lehet kérni. Értem. Ez is nagy előnye. Igen. És azért nem utolsó sorban úgy gondolom, hogy jó árérték arányt képvisel. Mi hivatalos disztribútorai vagyunk a SolarKitnél, lakossági ügyfeleinknek is jó szívvel telepítjük, ajánljuk. Abszolút. De a SolarKit nagykereskedés is regionálisan disztribútálja, forgalmazza. Most pedig Sánkhájba közvetlen gyárlánykutatásra meghívtak minket, volt van szerencsénk. És jó árakat tudunk biztosítani, főleg ha azt veszük, hogy akkumulátorra komplet csomag, az rendkívül elsőnti. Igen, komplet csomagot nézve valóban nagyon jó az ára, míg ugye az ember megtévesztő, hogyha csak ezt az egy invertert hasonlít össze egy más márka inverterére, akkor meg nyilván azért drágább az ára, ha csak így ezt nézzük, mert ugye benne van a smart meter, benne van a backup box, benne van a töltésvezérlő is, mert hogy nem csak egy inverter, hanem nagyon sok minden egybe. Értem, egy kompakt csomag. Igen. Jó, a solarkit.hu-n és a solarkötője kit.eu-n megtalálnak minket, ez is már megtalálható a webshopunkban, és villamosmérnök tervező kollégáink, illetve a nagykereskedelmi értékesítőink is segítenek a beüzemelésben, az oktatásban, illetve az értékesítésben. Azt gondolom, hogy a mai kor igényeinek, ahol egyre inkább az önellátás, az önfogyasztás kiváltása a cél, más márkák mellett ez a márka, és ez a termék egy remélhetően minőséget képvisel. Igen. Hogy a hosszú távot megnézzük, hogy fog működni. Most azért jó sok eladásunk van
Egy másodpercre még beszélj a szoftveres támogatottságáról, illetve a okostelefon applikációról, mert ugye mi minden rendszerünk, tehát 3500 van már majdnem online, azt távmonitorozunk és életig szupportáljuk. Igen, nálad is ugyanígy megvan ez a monitoring felület, telefonos alkalmazás, felbesülhet, ugye mint tárolva nyomon tudjuk követni az egész rendszer termelését. De pluszban ugye kijelzés van, aha, amin ugyanígy ő minden pillanatban mutatja a hálózatról jövő energiát, a napelemekről jövő, agregátor, sziget, mindent kirakt ide a kis kijelzőjére. Ezen is nyomon lehet ugye követni, és hát a support is nyilván rajtunk keresztül ugyanígy működik, garanciás, ügyintézésnél, bármilyen. Igen. Azért elég lelkiismeretesen szoktuk ezeket támogatni, és segítünk a wifi, meg bármilyen más probléma megoldásban is még évekig. A support@szolárti.hu e-mail címén ezt lehet jelenteni. Norbi, köszönjük szépen! Nagyon szívesen, nézzük majd, hogy működik! Köszi, hogy ma velünk tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Igazából bemutattuk a Deje Invertert, kint voltunk egy ügyfélnél, meghallgattuk a visszajelzéseit, és ma is egy sikeres napelemes rendszert telepítettünk. Sziasztok!